És itt a komputeremben vacakolok, hogy lássam az időt, hogy nehogy itt túl beszéljem magam. De a komputer egyébként kifejezetten válságtermékhez. Gazdasági válságra született. Közben ilyen nagy baj volt, hogy az egész világot elöntött a kapitalizmusnak a válsága. Közben azért történt valami más is. Maláriát meggyógyítottak. Nem állam. Nem a jóléti állam. Bill Gates. A Microsoftból keresett pénzével. Itt ülünk és siránkozunk. Az egész világ siránkozik. Borzasztó egy baj van. Most már a negyedik, ötödik éve nem növekednek a karácsonyi eladások. Nagyon nagy baj van már. Nem növekedik a gazdaság most már 4-5 éve. Kérem szépen, mi a helyzet, ha 50 ezer évig nem növekedik a gazdaság? Mert 50 ezer évig nem növekedett a gazdaság semmit a liberális kapitalizmus előtt. Az az érdekes a gazdaság történelme. A lényegét tulajdonképpen el lehet mondani három mondatban. Az emberiség születésétől kezdve körülbelül 200 évvel ezelőttig az emberi élet igazából nem változott semmilyen lényeges paraméterével. Ugyanúgy volt az átlag életkor, ugyanúgy kalóriát fogyasztottak az emberek, körülbelül 1400 kalóriá per fő, időnként ez felment, lement, akkor a populáció felment, lement, eljutott az emberiség körülbelül 1800-ig, oda, hogy 1 milliárdban voltunk, Angliában az átlag életkorban 40 év alatt, és ez a 40 év nem ott valami nagyon jó, brutális volt. Ma, ha Magyarországon valaki szegény, annak sokkal jobb élete van, mint ha valaki király volt a 19. század végén az Egyesült Királyságban. Jobb egészségügyi ellátásra, jobb vizet iszik, jobb levegőt szív. A liberális kapitalizmus az az angol száz, az a hajéti, az a borzasztó. Az megteremtett egy világot, amely világban az emberek jobb levegőt szívnak, többet esznek, jobban élnek, mint valaha az életben. És ezt megteremtették úgy, hogy közben a ma New Yorkban, Londonban valaki összeszámolta, 10 milliárd terméket lehet vásárolni. Több kaját teszünk, több jobb és levegőt szívunk, több ételt teszünk, több teniszítőt vásárolunk. A világban mindenben többet és jobbakat, még az is, aki nagyon szegény. Lehet, hogy valaki nagyon szegény Magyarországon, de a vizet, amit iszik, az garantáltan nem lesz, nem fog tőle kolerát kapni. Ma Magyarországon a legrosszabb körülmények között élő embereknek is jó esetben, nagy eséllyel van mobiltelefonjuk, nagy eséllyel van televíziójuk. Kérem szépen, hasonlítsuk ezt össze 200 évvel ezelőtti életben, egy királynak az életével. És ez az egész világra kiterjesztette az a liberális kapitalizmus, ami a rajta van az embernek. Mi is ez a liberális kapitalizmus tulajdonképpen? Szóval mi is ez a liberalizmus? És mi ez a helyzet, hogy Magyarországon kellene csatlakozni, vagy kellene csatlakozni? Most az én fordításomban a liberális kapitalizmus, a liberális következőt jelenti. De azt mondják, hogy ide figyeljetek gyerekek. Nem tudjuk, hogy az élet értelme. Nem tudjuk, hogy van-e szabad akarat, vagy pedig az egész, ami felünk történik, ez a kémiai reakciók meg az összessége. Egy valamit tudunk nektek mondani, próbáljátok meg az életeteket megjobbítani a lehető legjobb, úgy, ahogy látjátok. Egy valami megkötés van. Megtetitek ezt mind addig, amíg másnak ugyanezt a jogát nem sértitek. És ebből kialakul egy, ez lényegében, ez többé-kevésbé a krédója annak az angol száz liberális kapitalizmusnak, ami mostanában annyira szépnek, annyira káromkodásra fordult magyarul.
Na most, ha végig gondoljuk tulajdonképpen, hogy csinálja a liberális kapitalizmus, mire van építve ez a liberális kapitalizmus. Lényegében két alapgondolat van benne. Az első alapgondolat a magántulajdon, és a második alapgondolat a tőkepiaci, tehát piacon tőkepiaci, piaci allokáció, piaci allokációs mechanizmus. Na most hogy működik ez a, Ugye én azt hiszem, hogy a világ első béke Nobel-díját oda kéne annak a pacáknak valamikor 50 ezer évvel ezelőtt, aki hogy kimerészkedett, hogy a szárazföldnek az erdőből, és talált egy másik pofát, aki halászott, ő pedig vadászott, és elcserélte a halat valamra. Na most, mi történt? Elkezdte specializálni. Ő rájött arra, hogy sokkal jobb, mind a ketten jobban járnak, hogyha egyik halászik, a másik meg vadászik, és majd kicserélik ezt. Nem mind a ketten nem állnak neki halászni is, meg vadászni is, hanem specializálódnak. Viszont a specializálódás ez létrehozta a kereskedelmet, és ez a kereskedelem ez valami egészen döbbenetes dolgot tett. Nem csak az életet és azt a rengeteg terméket végül is létrehozta, a 10 milliárdi terméket, amit mi időben találunk, hanem megcsinált valamit, ami valami egészen döbbenetes. Elkezdtek az ötletek, a gondolatok egymással szexelni. Az ember elkezdte az egyik gondolatból egy új gondolat, és egy gondolat találkozott egy másik gondolattal, tehát egy új gondolat született. Ebből jöttek létre az innovációk. Itt van ez a vacak komputer, hány embernek az innovációja van benne? 10-20 milliónak? Kérem szépen, ez a komputer, amit az előző időt próbáltam beállítani, ez körülbelül 1000-szer annyi memória van benne, és körülbelül milliószor annyi műveletet tud elvégezni, mint az a komputer, amit én 80-as években Nyugat-Európában árultam embereknek, tudják mennyiért? 60 000 dollárért, és ennek ez mennyinek az ára? Ezt pár száz dollárért utána várják. Az, hogy ezt létrehozza a kapitalizmus, a liberális piacgazdaságot, ahhoz az kellett, hogy a gondolatok megtermékenyítsék egymást. A gondolatok a megtermékenyítésével jön létre az innováció. Na most, mi kell ahhoz, hogy ez a folyamat létrejöjjön? Ez a folyamat létrejöjjéhez rettenet egyetlenül szükséges igazából az, hogy piaci módon alakáljuk a dolgokat. Most mi kell, hogy piaci módon alakáljuk a dolgokat? Az erőforrásokat. Ez nagyon egyszerű dolgot jelent tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy kollektív tudás van. Minden kollektívát tudunk. Állítsuk ide egy marhát. Kérdezzük meg, hogy mekkora a marha súlya. Senki nem fogja tudni. Mindenki mond rá valamit. És tudjátok, mi lesz az érdekes? Az, hogy ugyan senki nem fogja általán a marha súlyát, de az átlagban azoknak, amit mindenki mond, az éppen a marha súlya lesz. De kipróbálhatjuk, és beteszünk egy idegbe cukorkát, és próbáljuk meg megnézni, hogy mennyi cukorka van a dobba az üvegbe. Nem fogja senki általálni. De az átlaga azoknak, amit mondanak, az majdnem pontosan az, hogy hány cukorka van a dobba a üvegcsérben. Az a dolognak a lényege, hogy van egy tudás, amely egy piaca, ami a piaci alkú pozícióban jön létre. Az egész emberi tudás az igazából szétosztva létezik. És ez a döbbenetes dolog ebben a kapitalizmusban. Ez a kapitalizmus létrejön, és 200 év alatt Sztálinokkal, Hitlerekkel, Maokkal együtt leredukálja az erőszakot az emberek között. Valami egészen döbbenetes világban élünk, halatlanak békességben élünk. Ilyen békés világ még soha az életben nem volt. És ahogy az idővel haladunk, egyre békésebben leszünk. A középkor 200 évvel ezelőtt időszakban a legnagyobb valószínűség az ember tudják, mibe haltak meg? Erőszakban. Erőszakban és éhínségben. Hihetetlen teljesítmény ez a
liberális kapitalizmustól. Na most, persze, alkalmaztunk van a liberális kapitalizmus? Magyarországon alig. Liberális kapitalizmusnak van egy, jellemző parancsa. Úgy hívják, hogy meritokrácia. Meritokrácia, bár ugye az, hogy Bill Gates, vagy a Steve Jobs, vagy Bezos, vagy Henry Ford a vagyonát tisztességesen szerezte, az a kevés kétségfélő. Ugye? Ezek az emberek elindultak, akik garázsukból megcsinálták a szerencséjüket, halatlan tehetséggel, halatlan vízióval, halatlan kitartással, és nem sok vita fér hozzá, hogy ezt megérdemelték. Kérdés. Magyarországon, akik vagyonhoz jutottak az utóbbi időben, megérdemelték? Azt hiszem, hogy ez igazi probléma. Ez nem a liberális kapitalizmussal, hanem azzal van probléma Magyarországon és Kelet-Európában általában, hogy nem meritokratikus módon jutottak emberek a vagyonokhoz, hanem kinevezték őket. A vagyont politika nevezi ki. És azt hiszem, hogy ha egyszer valójában liberális kapitalizmus akarnak Magyarországon, hogy kéne egy kormány, aki azt kérdeznének, amikor válság van, hogy nem azt próbálnak, hogy mit csinálok én, mint kormány, hanem azt kérdeznének, hogy mit csináltam eddig, abba kéne hagynom, amikor beleavatkoztam a piacba, amivel elrontottam a kimenetételmét. Köszönöm szépen.